A mai napig sok helyen él még az a mártonnapi hagyomány, miszerint a libasült előtt lámpionos felvonulást tartanak. Ennek a mártonnapi szokásnak az eredete Márton és a koldus találkozása. Ezt a hagyományt elevenítik fel már évek óta Dombóváron az evangélikus általános és művészeti iskolában is. Az aulában november 10-én együtt ünnepelt az iskola apraja nagyja. A főszerep a lámpionos felvonulásé volt, amit a rossz idő miatt az iskola folyosóin tartottak. Az intézményvezető ünnepi köszöntőjét óvodai és iskolai kulturális bemutatók követték számos kézműves foglalkozással együtt, de táncház és kézműves vásár is várta az érdeklődőket. A lámpás felvonulásra valamennyi osztály saját lámpást készített. Hát holnap lesz november 11-e Márton napja, és iskolánk több mint 20 éves hagyományt ápol azzal, hogy a Márton napi jeles napot vagy népi hagyományt azt mindig megünnepli. Az iskolánknak van egy német nemzetiségi tagozata, ennek keretében ápoljuk ezt a jeles napot és ezt a programot. Évről évre mindig megemlékezünk, táncházunk van, kis zsíros kenyérpartink, libatöpörtünk és lámpás felvonulásunk. Az idei évben úgy terveztük ezt az egészet, hogy nyitunk a város felé, mellénk állt a város vezetése, mellénk álltak óvodák, iskolák, és kinyitottuk ezt a rendezvényt a város számára. Vannak itt óvodai kis csoportosok, óvónénik, más általános iskolák, rengeteg szülő van ma, és hát úgy terveztük, hogy ez az iskola körüli rendezvény lesz. A művelődési ház előtt raktunk volna ki lámpionokból, keresztből egy igazi Luther rózsát, egy fényjátékkal, amit aztán a gyerekek és a vendégek állnak körbe, és ezt felülről fotóztuk volna. Ez egy nagyon szép látványkép lett volna. Sajnos az égiek ma nincsenek velünk, úgyhogy ezt az egész rendezvényt itt kell megrendeznünk az iskola keretein belül. Luther rózsa, az evangélikus egyház jelképe, eredetileg Luther Márton személyes jele volt. Egy történet szerint felesége Bóra Katalin hímezte neki meglepetésként. Vitairatait, okmányait és leveleit Luther ezzel hitelesítette. Amit nagyon sajnálunk, hogy nem csak a Luther rózsa fényjátékát nem tudjuk ma így megtekinteni, hanem a lámpásolás is beszorul ide az iskolába. A gyerekeink itt az iskolában már hetek óta készülnek erre, lámpionokat készítenek, kislámpásokat, mécseseket gyűjtenek, mécseseket egyrészt a Luther rózsa megvilágításához, másrészt pedig a kis lámpionjukba, hogy ezzel végigvonulhassunk itt a belvároson. Ma vonulni fogunk, de az iskola három szintjén, lejövünk ide az aulába, és megpróbáljuk ezt az egészet, amit egy nagy térre terveztünk, itt az iskola zárt keretei között megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a kezdeményezés az egy jó ötletnek tűnik, nagyon sokan nyitottak és vevők rá, és abba bízunk, hogy az idei évi tapasztalatok és a jó gyakorlat eredményeként jövőre még nagyobbá tudjuk fejleszteni, és ha az égiek is velünk lesznek, akkor itt a belvárosban tudunk egy nagy rendezvényt tartani. Ami még kísérő rendezvény új és eddig nem volt, hogy elfogadták kézműves árusok a meghívásunkat. Az aulában két oldalt, jobb és bal oldalon kézműves vásárok vannak. Vannak népi hagyományos viseletek, ez a mai is tőlük van. Vannak kis kézművesek, már a karácsonyra is hangolódnak a gyerekek, és itt lehet ezeket az apró termékeket megvásárolni. Az aula bejáratánál pedig egy lángos sütő kínálja a termékeit teljesen hivatalosan, és nagyon-nagyon népszerű, mert 12 óra óta a gyerekek sort állnak, kollégák, és úgy látom, hogy most már a város lakossága is beállt a sorba, úgyhogy nagyon kelendő a lángos, a hagymás, a tejfölös és minden egyéb. Bár nem igazi mártonnap, nem libacom, de hát a jelen körülmények között ez is egy jó színfolt, és a gyerekek azt mondták, hogy ezt gyakrabban honosítsuk meg itt az iskolában. Magyarországon a mártonnapi szokás felelevenítése leginkább a német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében történik. Ilyenkor a családok az utcákat járják a maguk készítette lámpásokkal, miközben mártonnapi dalokat énekelnek.